Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. 16. alkalommal rendezi meg az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Harmonia Albensis templomi hangverseny sorozatát. Ebben az esztendőben a barokk emlékév jegyében a tradícióknak megfelelően a Ciszterci, a Szent Imre és a Szent Sebestyén templom ad otthont a koncerteknek. A székesfehérvári születésű Marosvári Péter nagy sikerű orgona koncertje, illetve a junior prímadíjas fúvós kvartett, az In Medias Brass koncert után ma a Ciszter templomban köszönhetjük Székesfehérváron Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest és Karosi Bálintot, aki Bostonban él és elismert, világszerte ismert és elismert csemballó művész. Őket az Alba Régia Szimfonikus Zenekar szólistáinak társaságában láthatjuk. Most nézzünk meg egy beszélgetést Miklósa Erikával és Karosi Bálinttal. Harmonia Albensis templomi koncertsorozat rendkívül fontos Székesfehérvár számára azzal, hogy immáron 16. alkalommal rendezi meg az Alba Régia Szimfonikus Zenekar sok-sok komoly zene kedvelő egyik legnagyszerűbb nyári programját adja. És az, hogy itt vagy velünk, Miklósa Erika itt van velünk, én azt gondolom, hogy ez egy mindig különleges, de most igen, hiszen egy-két esztendő kimaradt. Ráadásul egy olyan este elé nézünk, ahol a kamarazene kerül előtérbe Bachal. Én azt gondolom, hogy ez egy csoda lesz. Miként készültél rá? Hogy fogadtad az invitálást? Hosszú hetek munkája volt, mert azért Bach az nem olyan egyszerű, hogy az ember csak így csettint, mondjuk Mozart, ami szintén nem egyszerű, de azért sokkal könnyebb tanulni. Tehát nagyon hosszú tanulási folyamat volt. De mindig nagyon boldog vagyok, ha Bachot énekelhetek, mert az nagyon jó kordába tartja az énekes, tehát a technikai és mindenféle koncentráció szempontjából is. Úgyhogy ez egy gyönyörű zene, amit eredetileg ugye basszusra írt, de szoprára is azért át írták, és így én is énekelhetem. Úgyhogy örülök, hát most így meglepődtem ezen, hogy 16 éve van már a Harmonia Albensis koncertsorozat, mert úristen, tényleg nagyon, nagyon eltelt az idő. Lehet, hogy kimaradt egy-két év, de azért amúgy is sok. Tehát, hogyha azt a két évet mondjuk leszámolom, hogy kimaradt, vagy három, akkor azért az a 14 év, én tulajdonképpen mindegyik évben felléptem, és mindig a Bazilikában, tehát az, úgyhogy örülök is, hogy most nem a Bazilikában, hanem a Ciszterciben, mert legalább egy másik templomot is megismerhetek. Milyen kihívást jelent egy kvalitásos énekesnek az oratorikus művek és a templom így együtt? Hát ahogy az előbb mondtam, Bach az mindig úgy nagyon jól az embert éberen és ébren tartja. Nincs ideje elkalászodni, még egy nagy operánál azért az ember úgy beleül, és akkor ugye el van, eljátszogat. Itt azért elsősorban a zene van. Tehát a zenei kifejezés van, annak a kornak, akár ha úgy tetszik, mondhatnám, hogy a modern elképzelése, mert ugye ahogy telnek az évek, évtizedek, évszázadok, mindig másképp gondolunk egy-egy kantátát akár. Úgyhogy ez mindig nagyon jó, és én emlékszem, hogy a nekem annak idején a Isten nyugosztalja Gregóriuskát mindig mondta, hogy Erika, énekelje minden nap valami Bachot, nem kell egy egész kantátát, de azért valamit énekeljem, mert akkor biztos, hogy mindig rendben lesz a hangod. És ez így van, tényleg így van, hogy nagyon jól olajozza a hangot. Nem túl mély, nem túl magas, de olyan fordulatok vannak, amitől a koncentráció is mindig ott marad. Mit jelent a hittel élő ember számára egy ilyen fellépés? Én római katolikus vagyok, és főleg a nagyszüleim, ők nagyon vallásosak voltak, ennek megfelelően neveltek a nagyszüleim, szüleim is, és azt hiszem, hogy egy művész számára a hit, talán de az inkább minden ember számára a hit a legfontosabb. Tehát, hogyha ha tud hinni akár magában, valamiben, akkor az biztos, hogy egy olyan erő, ami őt tovább viszi az élet nehézségein. Végezetül Karosi Bálint személyében egy fiatal, rendkívül tehetséges és most már ismert és elismert muzsikus lesz a társ. Bostonból érkezett haza, ha úgy tetszik. Milyen gondolatokkal fogadod őt? Nagyon örülök, mert mindig jó olyan művészeket megismerni, akik szintén öregbítik a magyar klasszikus zenészeknek a hírnevét, és hát Bálint különösen, és hát a fiatalok mindig adnak egy jó inspirációt arra, hogy valami újat tanuljon az ember.
Nos, én azt gondolom, hogy ez egy a hegyvidéki srác évezrede a 21. század, és akkor, amikor itt Székesfehérváron köszönthetjük nagy tisztelettel, el kell, hogy mondjam, hogy egyre inkább pezseg a fehérvári zenei élet is, azzal, hogy itt János Áccsal és Miklós Erikával nem különben egy Harmony Albensisben egy rendkívül fontos fehérváriak számára fontos klasszikus templomi koncertsorozat vendége lesz. Ez számunkra megtiszteltetés, hiszen a bosztoni zenei élet nem különben pezseg, és ha hozzátesszük ehhez azt, hogy klarinétosként, csembalosként, orgonistaként, kamarazenészként, tanárként, zeneszerzőként, komponistaként egyaránt letette a névjegyét, akkor számunkra ez megtiszteltetés. Mi hozta ide? Hogy fogadta a gondolatot? Kezdjük talán ezzel. New Yorkban találkoztam Selmeci Gábor volt barátommal, aki a bécsi filharmonikusokkal játszott a Carnegie Hallban. Én most New Yorkban élek 3 éve, és vele találkoztunk, és játszottunk a templomunkban is, mármint az én templomomban játszottunk egy Bachot, és mondta, hogy nagyon szívesen dolgozna velem. Itt ő a koncertmester az Alba Régia szimfonikusoknak, és innen jött az ötlet, hogy esetleg nyáron csinálunk közösen egy programot. Bosztoni magyarként, ugye, ha kitekint a magyar zenei életre, mit kell megjegyezni, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy számtalan vendégszereplésen vagy túl a Műpától kezdve nagyon sok helyen fellépett, mindenhol az Ajos nagy ívű darabok és siker kísérte. Beszéljünk a koncerten a választásáról, hiszen a barokk zenének mindenképpen az oratorikus műveknek nagyon fajsős szerepe van. Igen, én általában mindig visszanyúlok a számomra legkedvesebb zeneszerzőhöz, Bachhoz, és Gáborral ezt találtuk ki, hogy egy Bach köré csoportosuló programot fogunk elhozni nyáron, és megpróbáltunk egy olyan hangszerösszeállítást találni, ami a Brandenburgi versenyt, egy csembaló versenyt is bemutatja, és emellé egy olyan kantátát, ahol a szoprán nagyon fontos szerepet kap, Miklós Erika kiváló énekművész kíséreteként egy olyan hangszerelést próbáltam keresni, ami az ő hangjára is nagyon alkalmas, korolatúr szoprán, és ebben a kantátában 82-es Ich habe genug kantátában, ami eredetileg egyébként basszus szólóra íródott, de van egy verziója szopránna is, ami egy terccel följebb émolban fog megszólalni, és az oboe helyett ugye fuvola fogja játszani a szólót, és ezt a szoprán változatot találtuk, aminek ugyanaz a hangszerelése, mint a Brandenburgi 5-ös versenyműnek, aminek a csembaló mellett a fuvola és a hegedű adja a két szóló hangszerét. Tehát ez a két darab, ami tulajdonképpen a program központi Bach művei, és emellett egy saját művet is be fogunk mutatni, Concerto Vivaldi nyomában, amit én írtam tavaly. Igen, hát többek között azt is olvashatjuk önről, hogy komponistaként nem megrögzött kotta szerető, hanem az improvizatív stílusnak is el egyik mestere. Hogy lehet ötvözni Vivaldit a 21. századi gondolatokkal? Hát remélem, hogy a közönség meghallgatja, hogy mivel jöttem elő, de igazából a historikus zenélés az arról szól, hogy visszatérünk az eredeti zeneszerzők eredeti gondolataihoz, és ha megnézzük ezeket a 17.-18. századi kéziratokat, vagy eredeti kiadásokat, nagyon keveset adtak meg ezek a zeneszerzők, tényleg csak a csontvázát a darabnak. Sokszor csak még dinamika sincs beírva, kötőjelek, vagy egy csomó olyan hely, ahol szinte üres a zene, és ezeket a helyeket improvizációkkal, díszítésekkel kell kitölteni. És ebben a szellemben írtam meg én is a darabomat, több helyen van, ahol csak a próbán derülnek ki a konkrét hangok, amiket le kell játszani, hogy beírok például
egy skálát, de azt lehet többször is eljátszani, hogy visszafele, vagy egy arpeggiót, azt mindenki ott találja ki a saját technikájának, a saját tapasztalatai alapján, hogy lehet egy ilyen helyet kidíszíteni. Ez improvizáció. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, szeretném felhívni minden komoly zene kedvelő figyelmét arra, hogy a koncertet teljes egészében közvetítjük a következő időszakban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!